Opera Galéria legújabb kiállítását kínáljuk Önöknek. Európai Panoráma címmel nyílt csoportos kortárs festőművészeti kiállítás február 27-én az Opera Galériában. Az ünnepélyes megnyitóra több európai művész személyesen ellátogatott Magyarországra. Szőnyi Tibor, az Opera Galéria igazgatója meleg szívvel köszöntötte a hazánkba látogató művészeket és a jelenlévő vendégeket, majd tolmácsolta az európai kortárs művészetekről papírra vetett gondolatait. Idei első kiállításunk az Európa Authentica Kulturális Egyesületnek a bizottsága összeválogatott 8 európai művészt. A 8 művészből körülbelül 5-en vagy 6-an el is jöttek személyesen, hogy megismerkedhessenek Önökkel, és hogy bemutathassák alkotásaikat. Most állít ki először Magyarországon? Először Andorrába állítottam ki, de aztán elköltöztem Hollandiába, és ott már több kiállításom volt. Már 20 évvel ezelőtt jártam Budapesten, nagyon jó sportoló voltam, és kézilabdáztunk a Honvéd ellen. Megszűnt a sportkarrierem, és azóta festek. Budapesten először állítok ki, de viszont Európán belül, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, meg még nagyon sok európai országokban már rengeteg kiállítást csináltam. Hogy tetszenek az itt kiállított képek? Nagyon élvezem az itteni képeket, mindenki különböző stílust képvisel, különböző technikákat, de nagyon élvezem a többieknek is a képeit. Szőnyi Tibor, az Opera Galéria vezetője meghívott engem, hogy itt állítsak ki. Hát nagyon megörültem neki, és nagyon fellelkesedtem, úgyhogy boldog vagyok, hogy most itt lehetek. Legjellemzőbb a képeimre az az, hogy nagyon színesek, domináns színeket használok. Ilyen meleg érzést szeretnék ezekkel tolmácsolni, bennem van az, hogy meleg képeket festek. On canvas. Az a megszokott technikám, hogy akrilt és vászont használok. Ezek a képeim, ez a 3 kép, ami itt van, ezek részben élet filozófiájával kapcsolatos, a születés, a halál, ezek vannak itt megfestve ezeken a képeken. Az est folyamán hangulatos farsangi koncerttel örvendeztette meg a közönséget 2 fiatal művész, Kecskés Barbara és Pribeszki Viktor. Vérbeli magyar operett műsorukkal nagy sikert arattak mind az ide látogató külföldi művészek, mind pedig a magyar érdeklődők körében. Az Európai Alkotók festőművészeti kiállítása március 13-áig látogatható a Lázár utcában. A következő kiállításra április 10-én kerül sor, melyre szeretettel várják a kedves érdeklődőket. A Havonta